Lehet csipkés, pánt nélküli, sőt, légáteresztő is. Rengeteg gép fogadott itt a fehér nemű varrodában, és képzeljétek, szinte mindegyiket kell használnom, hogy egy darab melltartót elkészítsek. Izgalmas napom lesz. Tartsatok velem! Levente, őszinte leszek veled, amikor idejöttem egy fehér nemű varrodába, nem gondoltam, hogy egy férfi vezető fog engem fogadni. Hogy kerültél ide? Úgy kerültem ide, hogy a szüleim alapították ezt a céget 20 évvel ezelőtt, és én a második generációs tag vagyok ebbe a fehér nemű szakmában itt a cégnél. De varni is tudsz? Varni nem tudok. Hányan dolgoztok itt? Jelenleg 25-en. Hol kezdünk? Hát az alapanyagraktárban. Akkor induljunk. Induljunk. Meg is van az első elemünk, a kapocs. Mesélj, hogyan választotok anyagot egy-egy melltartóhoz? Kétfajta anyaggal dolgozunk, pamuttal és mikroszálas anyaggal. Mivel mi nagy méretű melltartókat gyártunk, ezért mikroszálas anyagból lehet csak nagy méretű melltartókat gyártani. A pamut az összetétel alapján nem alkalmas nagy méretű melltartókhoz, mert egyszerűen nem tart már nagy méretben. Uh-huh. Nem nyúlik, meg nem annyira Nem lesz tartós, nem lesz tapabíró, uh-huh. Így van, el fog szakadni, szét fog menni. Hogyan rendelitek, honnan szerzitek az anyagokat? Itt körülöttünk rengeteg szín és tapintásra is különböző anyagot lát. Igen, egy melltartóhoz rengeteg féle anyag kell, ami nem is látszik. Mivel Magyarországon nincs alapanyaggyártás, azért mindent külföldről szerzünk be. Mi a fő profilotok? Úgy értem, hogy látok itt például a szép csipkéket, hogy inkább díszített fehérneműket készítetek, vagy inkább hagyományos darabokat? Igen, a mi stílusunk az egy díszesebb, csipkésebb vonal, az érettebb korosztályt célozzuk meg, abból is a nagyobb méreteket. Nyilván kis méreteket is gyártunk, de nagy méreteket leginkább. Ez például elég erős anyag. Ez pamuknak számít? Nem, az egy tüllanyag, ez egy nem nyúlós tüll. Ez arra való, hogy olyan melltartó, ami nem bélelt, csipke van kívül, amit az ember lát, és belül egy ilyen anyaggal kell megerősíteni, hogy ne nyúljon túlságosan a kosár, mert akkor nem fogja tartani a mellett. Gondolom szükség van tűrre, pamutra. Így van. Szivacsra esetleg? Igen, szivacsra is, a szivacsos melltartóhoz külön szivacsra is szükség van. Az is ilyen tekercsben van, fel kell. Uh-huh. Szabni és össze kell varni. És melyik az az anyag, ami leginkább, ha itt meg tudod mutatni, bevált nektek, amiből a legtöbbet gyártjátok? Hát legtöbbet mikroszálas anyagból, mikrofibra anyagból gyártunk. Az például ez? Az nem. Az egy nagyon finom kis selyemfényű anyag, abból mi kombinékat gyártunk. Ah, szóval kombiné is készül így nálatok. Van. Ez újdonság nekem, eddig még csak a melltartókra hallottam. Mutasd nekem egy ilyen mikroszálas anyagot. Például ez is egy különleges anyag. Uh-huh. Ebből egy pánt nélküli melltartót gyártunk. Egy nagyon finom fogása van. És elég feszes. És elég feszes, igen, hogy jó erős legyen. Tűnik. Egy melltartó körülbelül mennyi idő alatt készül el? Egy melltartónak norma perce van, és egy ilyen 20 perc a norma perce. Akkor azt hiszem, még nekem is sikerülni fog. Láttam itt a méretek, ezek alapján vágjátok ki? Ilyet is választanunk kell? Ezek itt szabásminták, ki kell választani belőle a megfelelő szabásmintát, amit most varni fogunk ahhoz a melltartóhoz. Kapocs van, csipke van. Igen. Válasszunk még anyagot? Kell hozzá anyag, kell hozzá csipke. Melyik legyen az? Ajánlj nekem valamit. Itt van fent a csipke, ez egy nagyon szép csipke, amiben nagyon sokat dolgozunk. Megkeressük. Fehér? Fehér, igen. Vegyük le, és akkor ezt vegyük ki. Jó. Segítsek? Okay. Ez nagyon szép. Igen.
Ez szép, de talán a kettő együtt már sok lenne, nem? Így van. Úgyhogy ezt le is teszem. Kapocs, csipke, mire van még szükség? Szükség van még nagyon sok kis apróságra. Nézzük meg a másik sorban. Wow, mennyi pánt. Ugye ez a pánt? Igen, ide is van írva, plusz pánt. Ez egy bújtató pánt, igen. Ez is kell hozzá. Mi az, hogy bújtató pánt? Ez a vántartó vasat, merevítő vasat tartja, ebbe kell belebújtatni. Ja, ebbe kell belebújtatni. Így van, ez egy nagyon finom plusz anyagból van varva. Hogy ne szúrja át, vagy minél? Hát, hogy ott kényelmes legyen a viselése. De látok több különböző pántot is. Melyiket mire használjátok, hogy mik a különböző? Itt vannak gumik. Ségei. Ez egy szilikonos gumi. Ez tapadós. Igen, ez egy speciális gumi, ez a pánt nélküli bralett melltartókhoz van. Belül a bőr felől lévő oldala ezzel van begumizva, és akkor tapad a bőrhöz, és a hölgyek tudják hordani pánt nélkül is, nem csúszik le. Fejlődik ez a szakma, vagy anyagok tekintetében, akár merevítő tekintetében vannak újdonságok? Mindig fejlődik, mindig valami újabbat, jobb dolgot találnak ki a gyártók. Például a fémalkot részeket régebben még festették, fújták, most már műanyaggal vonják be. Na, mit válasszunk? Tehát kell hozzá plüsspánt, amit itt megfogtál előbb. Kell hozzá ez a kis dézis biléta, ilyen felirat. Daisy. Ezt fele fogjuk varni. Ide a kosár részbe előre. Daisy. Kell hozzá merevítővas. Tehát ezt fogjuk bele. Ez az, amit mondtál, hogy így már van. Festett is. Tehát ezek műanyaggal bevont a vége, hogy ne szúrja át a plüsspánt végét. És kell még sima pánt, nem? Sima pántok is kellenek. Gumik is kellenek, különböző gumik. Ez is nagyon szép. Ilyet nem használtunk, nem tehetünk rá ilyet. Én itt ellennék szerintem órákig a válogatással. Jó, de most igen, nagyon megértem, hogy menni kell a pántért. Minden évben több kollekciót is készíteni kell, mert a fejlemű az alapvetően egy divat cikk, tehát itt is igénylik a hölgyek a mindig újabb, szebb darabokat. A trendeket. A trendet, igen. És ezt figyelitek a külföldi márkákat esetleg, vagy vannak tervezőitek? Vannak modellezőink, a kolléganőnk is tervez, modellez, és akkor mindig nagyon sok alapanyagot, mintát kapunk a beszállítóinktól, és innen látjuk az új dolgokat, trendeket. Például az előformázott kosarak nagyon mennek ma már, a varrott kosarak nem annyira divatosak, sokkal jobban mennek az előformázott kosarak, most így ilyet fogunk majd varni. Ezt már így veszitek? Így van. És ez méretre van? Igen, ez különböző méretek. Hányféle mérettel dolgoztok? Hát, hogyha kosár méretben kell, akkor ebből BCD. Uh-huh. Ebből a pusa, ez egy pusapus, ez egy bélelt kosár. Talul egy vastagabb szivacsból van. Az egy pár? Igen. Egy pár, akkor ez is megvan. Kapocs, pánt, merevítő, forma, csipke. Anyag. Felirat. Minden megvan? Így van. Na, akkor irány a varroda, vagy szabászat? Irány a szabászat. Itt vagyunk a szabászat részlegen, mondhatom így? Így van. És mellettünk már a varrónők is dolgoznak. Milyen gépek vannak a szabász részlegen? Igen, itt az üzemünknek a hátsó részében van a szabászat. Itt alapvetően szabászasztalok vannak, több is van belőle, három. Itt teregetik ki az anyagot, véglevágó gép van, amivel levágják az anyagot a terítékek végét. Vannak kettő darab szalag, késes szabászgépünk van, amivel a nagy terítékeket szabják ki. Ott a sarokban kettő darab hőformázógépünk van. Kezdjük? Igen, kezdjük, de nem velem fogod varni, hanem az Ibolya kolléganőm fogja megmutatni neked, hogy hogy kell ezt összevarni. Igen, emlékszem, mondtad, hogy varni, azt nem tudsz. Azt nem tudok, igen. Leventétől már megtudtam az alapokat, hogy milyen anyaggal fogunk csipkével dolgozni. Mi az első lépés, mikor kézbe veszed az anyagot? Most ki fogjuk szabni, és a hátával kezdjük. Levágom ezt a darab anyagot, és át fogunk menni a szabászgéphez,
ott fogjuk kiszabni. Ezek a különböző elemek megvan. Elvehetem közben? Persze. Hogy rá vannak írva, látom számok, ez a méretét. Méretét és a modellszámot. Ez egy alsó kosár, ez lesz a felső kosár, uh-huh. és ez lesz a középrész. Ez jön ide a Igen. két mell közé. Igen. És akkor Szuper. Általában párba szabjuk, mert párba van a háta is, és a kosara is. Tudok segíteni esetleg? Persze, kivághatod. Megnézzük, hogy merre van a szálirány, és akkor abba az irányba teszed fel, és akkor egy ilyen kis kockát tudjuk vele szabni. Uh-huh. Jó? Kivágunk egy kockát, vagy egy téglalapot, és akkor abból lesz a kosár. Kivágod? Szívesen. És akkor 25x40-es lesz. Hozok egyszerűen uh-huh. látni. Probléma, ha elcsúszok? Nem. Biztos? Biztos nem. Egy hónapban körülbelül hány váltatok is? 6 és 8 ezer darab. Talán még ez menni fog. Ezt mióta dolgozol itt? 20 éve. 20 éve. Akkor mondhatjuk már egy családtag, csapattag vagy itt teljesen. És akkor ezzel meg vagyunk. Ez jön alá? Ez lesz a felső kosár. Értem. Megnézzük, hogy melyik a színe. Uh-huh. Ja, és akkor majd színnel szembe fogjuk. Ja, mert ez fényesebb. Igen. Levágjuk ezt a csipot. Szembe fordítjuk, és akkor átmegyünk a szabászgéphez. Nagyon gyorsan dolgozol. Általában egy-egy máltartót készítesz végig, vagy csak egy-egy fázisát? Egy-egy fázisát. Most én meglassítom kicsit a munkafolyamatot, de igyekszem segíteni. Oké, akkor most átmegyünk a géphez. Kell hozzá vágnunk papírt, mert vékony az anyag, és lekapja a gép. Uh-huh. Ez így vastagabb lesz tőle, alá tesszük? Igen, merevebb, jobban uh-huh. tudjuk vágni. Szuper! Tehát a papírt alá teszed, Igen. és azon vágod. És ezen vágom. Olyan, mint egy nagy varrógép. Hát inkább egy hűrészgép. Wow. Azért raktam rá csak ezt, hogy nem mozduljon a nagy. Egyet én is megcsinálhatok? Persze. Óvatosan? Persze. Mire kell közben figyelnem? Hát, hogy nem mozduljon el. Uh-huh. Tehát itt fogjam ugye inkább a lapot? Így. És ha megfogod a csipeszt, és akkor itt megcsipeszt. Jó, látsz? Jó. Legyen, hogy az egyenesek levágom én, a többit te. Oké, és akkor inkább. Így megfordítod, és akkor így. De Jó. a ujjadat nem oda dobd. Jó. De így, úgy. Hát ott kanyarodni kell. Igen. Bocs. Nem kanyarodtam. Ott egy kicsit kanyarodni kell. Nem lett tökéletes. Odaadom neked. Mi a következő lépés? Most meg fogjuk formázni ezt a csipkét, mert előformázott a kosár, és csak úgy fogjuk tudni megvarni, hogyha egy ilyen kosárformát nyomunk bele. Tehát, hogy domború Igen. legyen, hogy felvegye Igen. azt az alakot. Igen. Most ezt a gépet felfűtöttük 180 fokra, és akkor színes szembe fordítottuk ezt a csipkét. Uh-huh. Igen, párosan. Igen. És külön... Jó, és ez az a hű forró. Hatására lesz Igen. domború. És akkor itt ezzel a két gombbal lenyomjuk. Engeded? Igen. És be van állítva az idő, 33 másodperc. Hogy ne égessek ki, gondolom. Kész is. Igen, és akkor ez így kész. Várni kell vele, hogy Nem. jön? Nem, így kész vagyunk, és akkor most ki kell szabni. Most akkor kiszabjuk az alsó kosarat. Uh-huh. Ez egy hanyas méretű máltartó. Ez egy 75D. És ez így fog rákerülni. Igen. Ez alá kerül még egy pamutanyag. Ez ugye? Szivacs. Ja, igen, a kész Ez most szivacs. Előformázott szivacs, igen.
Most levágunk a szivacs végéből egy 7-8 mm-t, nem kell nekünk ekkora. Utána felvarjuk, ide készítettem már a szalagokat. Ide fogjuk majd beleakasztani a válpántot. És akkor most én hozzá fogom vágni, mert 12-es lesz a válpánt, és nem kell nekünk szélesebb. Egyébként, amikor a fazonokat megtervezitek, akkor azt is nézitek, hogy a pánt hogy ér össze, kipróbáljátok, legyártatok először egyet, és igen, utána kezdetek. Legyártunk egyet, és van, amikor itt a lányok tesztelik a melltartót. Hányféle típust lehet így legyártani, kísérletezni? Melltartót? Hát rengetegféle van szerintem. Leakasztópántos, előformázott, szivacsos, szivacs nélküli, vasas, vas nélküli. Most csak előkészítjük a szivacsot a bevonáshoz. Ja, ez lehet hozzárögzíteni majd? Igen. Most összevartuk a kosár közepét, és most el kell mennünk letisztázni. Most meg fogjuk tűzni a kosár közepét, így minisen a alsó kosár felé. Ezt már megfigyeltem, hogy dolgozom, hogy nálatok nagyon fontos a precizitás. Ezek elég exkluzív, ilyen esztétikus termékek. Ezt kezd hasonlítani egy melltartóra, bár nekem nincs benne sok munkám. Az inkább neked köszönhető. Mi a következő lépés? Össze fogjuk varni a szivacsot és a csipke kosarat. Itt nagyon kell figyelni, hogy se ráncos ne legyen, se nagyon megsárkózzam, de már nem fog szépen kifeküdni. Akkor így készült el. Kész is az első. Az egyik oldal. És akkor most meg vagyunk. Letűzted? Igen. Mi a következő lépés? Most elmegyünk és begumizzuk az alját. Most akkor be fogjuk gumizni a melltartónak az alját. Ez egy 1-2-es alsó gumi, be van állítva a méret, mert minden méretnek megvan, hogy mekkorára gumizzuk be az alját. Tehát melltartótól? Mérettől függően. Felvarjuk. És akkor látszik, hogy itt egy picit ráncolja. És ebbe fog belemenni a merevítő? Vagy ez nem, még erre? Nem, ez még csak az alja. Régen nagymamámtól sok ilyen gumit csentem el, mert volt egy ilyen gumizós játék, de nem gondoltam, hogy valamit egy gumizógépet is fogok használni, meg ismerem, hogyan működik. Most felvartuk ezt a gumit, és akkor itt be van jelölve a válpántnak a helye, ez lesz majd hátul. És akkor ezt vissza fogom tűzni. Ez egy kisebb melltartó, ez egy keskenyebb válpánt van. Egy nagyobb melltartóba szélesebb válpántot teszünk. És akkor meg vagyok, levágom a gumi végét, és akkor megmérem, hogy benn van a méretben. Egyre kevesebb a hiányzó elem már itt a varrógépnél. Lassan el is készülünk a melltartóba. Most belevarhatjuk a kosarat? Igen, most belevarjuk a kosarat. Mire kell figyelni? Hát itt figyelnem kell, hogy passzoljon itt, ne legyen feljebb az egyik, mint a másik. Meg szeretnéd próbálni? Nem, félek, hogy elrontom. Arra kell figyelni, hogy a gumi alatt legyen a varrás, mert fog visszahajlani. Igen. Igen, már most így még furán néz ki, de gondolom a merevít, hogy majd visszahúzza. Lesz itt kis masni is? Ott lesz. Lesz, és akkor most el kell mennünk újra, begumizzuk a hónalját. Ja. Ez a 75D-s melltartó lesz, és akkor az 52-es vasat fogjuk beletenni. Ebből viszünk el egy fára. Darab. Ez
ez a püspánt, és ezt fogjuk felvarni, és ebbe fogjuk majd beledugni a merevítő vasat. Tapasztaltam már, hogy legtöbbször a melltartók hibái közt elsőként az derül ki, vagy az jelenik meg, hogy ez a fém merevítő átszúrja az anyagot. Igen, van. Hogy erre ti fejlesztettetek ki bármi megoldást? Hát nagyon sokféle püspántot megpróbáltunk már, próbáljuk a legjobbat választani. Egyébként. Meg nem mindegy, hogy hova dugjuk bele. Mert? Te, itt látod, itt több réteg helyre, van. Igen. És mindig ide a szivacshoz közelebb dugjuk, hogy itt ne jöjjön. Ja, hogy minél távolabb legyen. Igen. Tehát ebbe a rétegbe, ugye? Hát nem közelebb a szivacshoz, igen. Igen. Még egy kicsit jobban. És akkor ezzel most megint meg vagyunk. És már csak a pántok hiányoznak? Reteszek, válpánt, hátsó kapocs, hátalefűzés, masni, és utána vagyunk kész. Az, hogy reteszelőgép elég durván hangzik. Gondolom mégis finom öltésekről van szó, nem? Ez egy erősebb varrat. Leerősítjük a végét, hogy a vas ne tudjon kijönni. Mióta várjuk ezt a melltartót, körülbelül 5-7 év voltunk már 5 különböző varrógépnél. Van, amelyikkel leginkább szeretsz dolgozni, legjobban szeretett használni. Mindegyiket szeretem. Ez egy reteszelő? Igen. Wow! Beállítjuk körülbelül a szélesség. Nem gondoltam, hogy ennyiféle gép kell egy melltartó elkészítéséhez. Hát több műveletből áll. Bal lábbal felemelem. Igen. Középre ide tegyem, kb. Nem, kicsit följebb. Följebb ide, ahol a... Igen. Igen. Rángethetem? Igen, leteszed a talpat, és akkor a jobb lábaddal meg egyszer erősen rálépsz. És akkor ballal felemeled, kiveszed alóla, és kész. Wow! Ilyet még megcsinálnék párat, ez még nekem is sikerült. Ibolya, ahhoz, hogy elkészítsük ezt a melltartót, legalább 7 gépnél ültünk. Nyilván a szabás... Szabással kezdtünk. Aztán a sima varrógép reteszelő, abból kétféle. Úristen, már nem is emlékszem, hogy összeállító, püspántozó. Külön varrógépen vartuk fel a masnit is. Úgyhogy ez egy tartalmas nap volt és tartalmas munka. Nagyon szépen köszönöm, hogy tanítottál és figyelhettem, hogy hogy dolgozik egy igazi profi. Én is köszönöm. Most megyek, megmutatom Leventének, hogy mit dolgoztunk ma. Okay. Levente, elkészült a nagy mű, bár én inkább csak Ibolya munkáját figyeltem, néha segítettem neki. Le is helyezem ide a kollekcióba. Nagyon szépek. Nagyon. Ezek a büszkeségeitek. Igen, ezek a melltartók nagyon kedveltek a mi kollekcióinkban. Például itt van ez a légáteresztős melltartó. Az azt jelenti, hogy ennek az anyaga nem egy szokványos szivacs, hanem a két anyag rész közt ilyen halszálka-szerűen vannak a szálak elhelyezve. És ez egy nagyon kis puha szivacsot eredményez. Nincsen benne push-up, nem szabad bevonni külön, mert akkor elveszti a légáteresztős funkcióját. Melyik a legújabb tervezésetek? A legújabb tervezésünk az a pánt nélküli melltartó. Ezt 3 színben fogjuk gyártani. Most gyártottuk, most volt tesztelés alatt. Partnereink tesztelték, kolléganőink tesztelték. Itt van rajta a szilikonos gumi, amit a raktárnak kér. És ők is tervezték, ugye? Igen, a kolléganőim tervezték, igen, megrendeltük hozzá a kosarat, speciális kosár kellett hozzá. Különlegessége, hogy nagy méretekben is lehet gyártani, G-kosárig, és hogy pánt nélküli melltartó. Teljesen sima, mert a hölgyek nagyon szeretik. Divat ma, hogy feszülő suhák alatt nem szeretik a hölgyek, hogyha átlátszik a csipke. Uh-huh. Azért egy teljesen sima fazon. Hova tovább? Milyen terveitek vannak? Minden évben készülünk valami újdonsággal a hölgyeknek, mindig valami új csipkét vásárolunk meg.
amiből új kollekciókat csinálunk, azért, mert egyszerűen van rá igény. Igen, ezt én is tanúsíthatom. És nagyon nagy élmény volt, hogy most már megtanultam, hogyan készül is egy melltartó, és hogy mi a jó minőségű, kényelmes, tartós melltartó titka. Köszönöm, hogy itt lehettem. Mi is köszönjük, örülök, hogy tetszett. Tartsatok velünk jövő héten is, amikor egy újabb izgalmas szakmát mutatunk meg nektek. Sziasztok!